Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, a VMN olvasóit, én Csepelyi Adrienn vagyok. Már látható az HBO Go kínálatában, illetve az HBO csatornáin az Anyáim története, Her Mother's című dokumentumfilm, amelynek itt van velem a két rendezője, Dér Ázsia és Haragonics Sára. Sziasztok! 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 És ez a dokumentumfilm egy nagyon-nagyon fontos, és sajnos nem feltétlenül jó okokból aktuális témát dolgoz föl, a szivárványcsaládok örökbefogadását, és emiatt szeretettel köszöntöm itt, meg amúgy is szeretettel köszöntöm a stúdióban Pál Marcit, aki az utóbbi 3 hónapban az Apa és Apu Insta oldallal nagyon fontos szerepet vállalt abban, hogy ez a téma minél többeket megérinthessen, minél többekhez eljuthasson Magyarországon, és egyébként Marci a Szivárványcsaládokért Alapítvány kurátora is, úgyhogy 3 szuper vendégünk van mára, és egy nagyon fontos téma, ami nem lesz könnyű. Én a hallgatóktól nyitottságot szeretnék kérni, és aki még nem látta ezt a dokumentumfilmet, tőle is azt kérem, hogy nyitott legyen, és úgy üljön le. Nem minden pontján könnyű ez a film. Nekem nem volt könnyű végignézni ezt a filmet, és ennek azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb erénye is ennek a filmnek, hogy nem próbáltátok túlságosan megszépíteni azt a helyzetet, amiről szól. Arra kérnélek benneteket, hogy vázoljuk egy 2-3 mondatban, hogy pontosan mi a történet, és hogyan alakult ki a fő, tehát hogyan lett az a fókusza a filmnek, ami. Akkor összefoglalom csak röviden. Az Anyáim története egy családdá válás folyamatát követi végig, örökbefogadáson keresztül. Virág és Nóra, akik már több éve együtt éltek, és volt egy pont az életükben, ahogy nagyon sok párnál eldöntötték, hogy szeretnének gyereket, és így szeretnének egy új szintjére lépni a családdá válás egy új szintjére lépni. És végül örökbefogadás mellett döntöttek, és mind a ketten egyedülállóként jelentkeztek a rendszerbe, hiszen meleg párként akkoriban ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy örökbe tudjanak fogadni gyereket. És akkor követtük a várakozás folyamatát, majd azt a pillanatot, amikor hozzájuk került a kislányuk, akkor a családdá válásnak a örömteli és nehéz időszakát láthatják a nézők a filmben, majd pedig a vége felé jön egy újabb dilemma, hogy itt maradjanak-e Magyarországon, vagy elköltözzenek. Mikor kezdtétek hányban forgatni ezt a filmet? Hát a legelső forgatásunk az 2015. decemberében volt, és utána igazából 2018 márciusáig forgattunk, tehát amíg el nem költöztek, úgyhogy majdnem 2,5 évig. És ugye már a filmben is láthatunk olyan bejátszásokat, különböző politikai, nem tudom, aktusokat, tüntetésekről felvételeket, beszédekből részleteket, ami azért kontextusba helyezi ezt az egészet, tehát Magyarországon az elmúlt években sajnos nem afelé haladunk, hogy könnyebbé váljon egy meleg párnak az örökbefogadás, vagy akár csak a házasság. Március elején lépett életbe az a törvény, ami gyakorlatilag egy ember kezébe helyezi az egyedülálló örökbefogadása feletti döntést. Marci, az elmúlt néhány hónapban, amióta szembesültek azzal, hogy a melegek örökbefogadásával kapcsolatban kinek milyen ellenérzései vannak, egészen nyílt támadásokat is kaptok, nyilván akár magánemberektől is, tehát én is olvasok kommenteket, és néha elborzadok, hogy mik vannak. Mit tapasztalsz, mi a leggyakoribb ellenérve vagy ellenérzése a hétköznapi embernek ezzel a témával kapcsolatban? Én lehet, hogy meglepőt mondok, én tényleg azt gondolom, hogy ez a társadalom toleránsabb, mint ahogy mi ezt alapvetően gondoljuk. Vannak támadások az interneten, erről lehet, én is olvasom meg, de hogy mi személy szerint nagyon kevés ilyet kapunk egyébként, ami a mi személyünk ellen szól. Én azt gondolom, leginkább ilyen tévhitek vannak a melegpárok örökbefogadásával kapcsolatban, amik szerintem abból generálódnak, hogy nagyon kevés ilyen történetet ismernek az emberek, nagyon kevés ilyen családdal találkoztak, már pedig több száz ilyen család él ma Magyarországon, ha nem több ezer akár. És egyszerűen itt a félelem van egy ismeretlen iránt, ami azt gondolom, hogy egy teljesen normális emberi reakció sok esetben is, és pontosan ezért fontos ez a film, hiszen ez a film megmutatja, hogy ezek a családok, egy ilyen szivárványcsalád is ugyanúgy nő, meg éli az életét, mint bárki más, és én ezt gondolom erről a helyzetről. De mik azok a tévhitek? Az, hogy meleg lesz a gyerek, hogy nem tudom, soroljam őket? Meleg lesz a gyerek, kellenek a női minták, kellenek a férfi minták, stb. Tehát, hogy ilyen történetek vannak, de hogy ezekre vannak kutatások, és őszinte leszek, hogy a tudomány az tudomány, és ez mást mutat, mint az emberek gondolják. Hát ezzel kapcsolatban hoztam egy interjú részletet, pont én készítettem ezt az interjút Német Ádám pszichológussal, és ő azt mondja, hogy minden magára valamit is adó pszichológiai szervezet, nem azért, mert a meleg lobby ezt elérte, hanem mert a kutatások és a tapasztalatok ezt igazolják, azon az állásponton van, hogy a szexuális orientáció nem megváltoztatható, és nem is lehet a cél a megváltoztatása. Tehát hivatalos szakmai álláspontok szerint ez egy ilyen semmi értelme vita, hiszen a tudomány az tudomány, legalábbis én szeretném azt hinni 2021-ben, hogy így van. Lányok, amikor ti elkezdtétek ezt a filmet forgatni, és mondjuk elárultátok már a környezetetekben, hogy miről dolgoztok, mi a téma. Találkoztatok az előítéletekkel, előjöttek a sztereotípiák? Mert a filmben van egy olyan részlet, amikor a két főszereplő elkezd arról nyíltan beszélni a baráti körében, hogy örökbefogadás és szeretnének gyereket, hogy még a hozzájuk egyébként közelállók szájából is hallok előítéletet, és volt egy nekem nagyon rosszul eső mondat, hogy mert hogy a gyerek annak nem lesz más választása. Hát egy heteroszexuális családban sincs más választása a gyereknek elég sok éves koráig. Tehát, hogy ezt nem értem, hogy miért téma ez egy meleg pár esetében, ha heteroszexuális pároknál ez nem téma, hogy a gyereknek van-e választása. Nem tudom, hogy visszautaltuk egy kicsit a legeslegelső mondatodra, amit mondtál, hogy van egy csomó olyan részlet a filmben, amit nehéz volt nézni, és szerintem ebben teljesen egyetértés volt köztünk a Sárival a forgatás első pontjától kezdve, hogy nem szeretnénk propagandafilmet csinálni. Mi azt szeretnénk megmutatni, ami azt a folyamatot, amin a világ és a Nóra végigmegy. Az is lehet, hogy ebben egy csomó minden különleges, sőt biztos, mert róluk szól, mert ez az ő történetük. Van benne egy csomó olyan dolog, ami minden melegpár végigmegy, keresztül megy. Van, amin minden örökbefogadó, akár heteroszexuális pár, és minden szülő és anya. Tehát, hogy mi erre koncentráltunk, hogy nézzük meg azt, ami előttünk történik, kérdezzünk rá, akár döbbenjünk meg mi magunk is, és mutassuk ezt így meg az embereknek, hogy ők is végigmessenek ezen a folyamaton, amin akár mi magunk is, miközben figyelhettük ezt a gyönyörű történetet, végigmentünk. A másik kérdésedre, én egy katolikus gimnáziumba jártam, sőt az általános iskolába is, és sőt, azt hiszem meg az egyetemem, tehát a Pázmányra jártam, tehát nekem nagyon-nagyon sok katolikus, konzervatívabb, vagy akár jobboldali ismerősöm van Facebookon is, meg a közeli barátaim között is. És hát meséltem nekik arról, hogy most miről forgatunk, és abszolút döbbenet volt a szemükben, amikor meséltem, és aztán, de hogy én ezzel így nem annyira törődtem, hát elmentünk sörözni, és meséltem tovább, hogy most éppen miben van a világ és a Nóra, most mivel küzdenek, és nagyon érdekes volt az, hogy egyszer csak így jöttek vissza azok a visszajelzések, hogy na hát, az én tesóm is éppen örökbefogad, pedig heteroszexuális a feleségével, és ugyanezekkel küzdenek. És akkor ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés volt már a forgatás alatt, hogy amit a Sárival így kitaláltunk, hogy egy ilyen tök egyszerű mindennapi filmet fogunk forgatni, egy amúgy átlagos párról, akik by the way két lány, az talán működhet. Hát Én csak a Marcira akartam kicsit visszarágálni, vagy erről, hogy a férfi szerep, vagy minta, vagy női minta, tehát hogyha ez hiányzik, hogy erre, ugye ezt szokták mondani, hogy erre szükség van, és hogy mi forgattunk egy nagyon hosszú beszélgetést a Virág és a Nóra között, ami erről szólt, hogy akkor legyen a gyereknek egy keresztapukája, mert hogy ha másért nem, akkor azért, hogy az óvodában ne az legyen, hogy neki, ő nem tudja azt mondani, hogy neki van apukája, és hogy nagyon hosszan, és ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt egyébként, nem illett aztán bele abba a dramaturgiába, ami végül megjelenik a filmben, de hogy ez náluk is felmerült abszolút, mielőtt hozzájuk került a kislány, hogy erre szükség lesz-e, és hogy ezt ők hogy tudják pótolni kvázi. Marci, egy interjúban te is mesélsz erről, hogy milyen női szerepminták vannak. Ugye te a pároddal egy kisfiút nevelsz, egy örökbefogadott kisfiút. Férjed. De jó. Bocsánat, ebben nem volt semmi hátsó szándék. Nem, csak de hogy kicsnél szemérmes ezzel kapcsolatban, de nyugodtan ki lehet mondani. Igen, ez már egyébként volt már nagyon nehéz témáról szó itt a stúdióban, és mindig azt tapasztalom, hogy kell egy néhány perc, amíg mindenki belerázódik ebbe a témába, beleértve a műsorvezetőt is, és ez valahol egyébként azt gondolom, hogy a környezetnek a hatása, még úgy is, hogy mi szerintem egy nagyon szerencsés mikrokörnyezetben dolgozunk, nem csak itt a VMN-nél, hanem nyilván ti is a saját környezetetekben, de hogy igen, az ember egy picit arra van kondicionálva, hogy odafigyel, hogy mit, hogyan mond, és néha még amikor nincs rossz indulat, akkor is félre tud csúszni, tehát a férjeddel egy örökbefogadott kisfiút neveltek, és olvastam egy interjúban, hogy te is meséltél arról, hogy ti hogyan oldottátok meg a női szerepmintát. Hát ugye ez nem megy egy varázsütés, hogy egyszer csak, hogy lesz egy női minta, hanem ezt folyamatosan figyelünk. De én azt gondolom, hogy a nagymamák, az óvónők, a barátok körülöttünk mindegyik ad egy női mintát az Andisnak, hogy hogyan kell a nőkkel bánni, mit jelentenek a női szerepek, illetve az összes meséjében ott vannak ezek a női minták, tehát hogy ez így körbevesz minket ebben a világban, és én azt gondolom, hogy ő ebben nem szenved hiányt a női mintáknak a kezelésében, és egyébként ugye a játéka a gyerekeknek nagyon fontos, hogy mivel és hogyan játszanak, és ezek a női minták ott visszajönnek, tehát hogy érdekes módon az ő játékában anya meg apa van, és anya meg apa majom van, és az ő gyerekeik, és én ezt úgy gondolom, hogy ez annak jele, hogy ott az ő fejében ezek így rendben vannak, ugyanúgy, hogy bármelyik másik gyereknek a fejében is. Hát olyannyira nem lett propagandafilm ebből az Anyáim története című dokumentumfilmből, hogy volt egy pont, amikor úgy vissza, ugye? A Marci bólogat, ugye? Én is így lefagytam, hogy mondatnál. Segítek annak, aki még nem látta, de aki látta, az biztosan tudja, hogy mire gondolunk, hogy van egy konkrét pillanat, amikor a Nóra elsírja magát, hogy nem, egyszerűen nem működik a két anya, mert a gyerek nem akarja ezt a dolgot befogadni, és tehát ő maga kerül egy ilyen nagyon súlyos identitásválságba, talán, hogy ő neki milyen szerepe van a gyerek életében, hogy nevezi a gyerek, mire van szüksége, és aztán elgondolkodtam, itt én kikapcsoltam a filmet egy kicsit. Tényleg. És igen, és nem azért, mert dühös voltam, vagy bármi, hanem ezt nekem emésztenem kellett, hogy most mit látok. És arra gondoltam, hogy ha ezt egy heteroszexuális családra rávetítem, hogy itt az a probléma, hogy lefektetéskor elküldi az apukát a gyerek, hogy ő anyát akarja, akkor ez a világ leghétköznapi problémája, mert tulajdonképpen arról beszélgetünk, hogy a gyerek most az anyukájával szeretne lenni, ugyanúgy imádja nyilván az apukáját, de most az anyjára van szüksége, és hogy ki mennyi csokit ad a gyereknek, hát ennél hétköznapi problémáni. Tehát megijedtem, és aztán meg így nagyon-nagyon leesett a tantusz, hogy hát basszus, ez egy ugyanolyan család, mint bármilyen másik család, amit valaha életemben láttam. Ti megijedtetek, amikor ide értetek a forgatásban, hogy most ebből mi lesz, ebből a filmből így? Hát érdekes módon nem. A forgatásnál, amikor ezt a jelenetet felvettük, hogy ezen az estén ott voltunk, szerintem ott is aludtunk náluk, mert a végén már úgy forgattunk, hogy 3-4 napot náluk töltöttünk, mert ugye Solymáron laktak, és hogy akkor így intenzívebb, meg egyszerűbb volt az egész forgatás. És azt tudtuk, hogy ez egy nagyon erős pillanat volt, és hogy a Nórának nagyon nehéz, és inkább mi arról beszélgettünk, hogy milyen jó, hogy most mi ott voltunk, és hogy ő ezt meg tudta velünk osztani, és hogy erről mint barátok tudtunk beszélgetni vele. És az, hogy ennek a filmben milyen helye lesz, és hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy ez bekerül-e a filmbe, azt igazából a vágás során kezdtük el mérlegelni, tehát hogy ott szembesültünk azzal, hogy ez nagyon erős, és nagyon-nagyon fontos erről beszélni, és hogy ezt be kell vállalnunk, és bele kell, hogy kerüljön a filmbe. A Nóráiknak nem volt ezzel kapcsolatban ellenérzésük? Pont ellenkezőleg, tehát igazából az volt, ami meggyőzött minket, hogy amikor először látták a filmet, a Virág kifejezetten kiemelte, hogy ez a legerősebb és a legjobb rész, mert itt derül ki, hogy tényleg egyszerűen akár a szülőség is mennyi kételyt okoz abban, hogy kik is vagyunk, és jól csináljuk, amit csinálunk. Ez még megduplázódik az örökbefogadása, mert tényleg nem az igazi szülei vagytok, és akkor tényleg ez, hogy most tényleg jó anya leszek, tudok a helyébe lépni az igazi anyának, a vérszerinti anyának. És itt jön ki az, hogy mennyire fontos, hogy egy támogató közegben élünk, egy támogató társadalomban vagy nem, mert ezek még mind megdobják azt az önmarcangolást, amit meg szerintem mindnyájan ismerünk különböző fontos pillanatokból, amikor újra kell építened kicsit az identitásodat, kicsit magadra kell kérdezni, hogy most minden változik körülöttem, én is változom, akkor én ebben hogy vagyok benne. Szóval ezek szerintem ilyen mérföldkövek az életünkben. Az anyaságot én egyelőre még csak az barátaimtól, meg hát ebből a filmből ismerem, de szerintem ez egy önmagában egy baromi nehéz pillanat lehet. Marci, ti szembesültetek apa és apuként bármifajta hasonló dilemmával? Ugye jelez, vagy ugye valamelyikőtök mondta, hogy ugye a szülővé válásnak a feladata, aztán pedig az örökbefogadásnak a kérdése, és még egy azonos nemű párnál még ugye az a kérdés is feljön, hogy azonos nemű párként vált szülővé, és itt ugye ez a kisebbségi komplexus, amivel ezek a párok, meg mi is ugye megküzdünk, hogy bebizonyítsunk, hogy mi legalább olyan jó szülők tudunk lenni, mint bárki más. Ugye ez ilyen három rétegbe az rárakódik, és nem ez jött ki belőlük abban az adott pillanatban. Mi ezt egy kicsit másképp éltük meg. Személy szerint bennem egy pillanatra sem merült fel, hogy itt a két apukás történettel probléma lehet, vagy hogy ez nehéz. Én a szülővé válásnak, meg az örökbefogadásnak ugye folyamatosan ott volt, hogy jól csináljuk el, hogy elég jó-e neki, és azért ez egy hosszabb folyamat volt, még elfogadtuk, hogy oké, mi ezt tényleg a lehető legjobban próbáljuk csinálni, és csak elég jó szülei akarunk lenni az Andrisnak. Nem a legjobbak, mert a legjobbak nem fogunk tudni lenni, meg az én szüleim is nagyon sokat hibáztak. De van olyan, hogy legjobb szülő? Nincs. Nem tudom. Bocs, én úgy gondolom, hogy hála Istennek. Elég jó szülő. Milyen szörnyű lett egy tökéletes szülő, nem? Minimalizáljuk a károkat. Szerintem az nyomasztó lehet. Meg valószínűleg nincs is olyan, hogy... Mert akkor már természeténél fogva nem lehet tökéletes, ha már nyomasztó, de igen. Igen. De egyébként ez az elnevezés, tehát hogy kit hogy hívunk, pont tegnap volt egy Bilbaóban egy vetítése a filmnek, az első mozis vetítés. És rendes moziban már lehet az vetítés. Igazi nézők, és nem láttuk őket, de hallottuk, ahogy tapsolnak. De jó. Nagyon szívmelengető volt. És a Nóra is eljött utána erre a beszélgetésre, ami a film után volt, és ez az egyik fő topik volt, hogy alakult ki, hogy ő Dada, hogy most hogy hívja őt a Meli. Mármint bocsánat, egyértelműsítem, hogy Dada, így hívja őt a kislány, igen, tehát hogy ő lett a Dada, nem szerepét tekintve Dada, hanem a neve. Na, és pont erről beszélt, hogy, vagy nem tudom, ezt most ebbe most belemenjünk-e, vagy elmeséljem. Szerintem ez érdekes. Hogy ugye a Virágot anyának hívja a kislány, a Nórát meg Dadának, és hogy ez egy picit azért is alakult ki, mert a Nórának ez nagyon kényelmes volt, hogyha mondjuk elmennek a játszótérre, és azt kiabálja a kislány, hogy Dada, akkor az olyan, mintha ugye ez a babysitter lenne, vagy valamilyen gondozója kvázi. Egyébként szerintem ez nagyon sokat elmond a társadalmunkról, hogy a Marci fog erre valamit mondani, én látom. és aztán ugye kiköltöztek Bécsbe, és a kislány elkezdte Dadinak hívni, ami viszont Bécsben már egy teljes katasztrófa, mert ugye kicsit úgy hangzik, mint hogy Daddy, tehát apa. Úgyhogy most igazából kicsit visszaütött ez a névválasztás, de... igen, de hogy ez, és hogy a spanyol közönségből szóltak hozzá többen ezen a vetítésen, hogy mennyire fontos, hogy ezt megosztotta a Nóra, mert hogy ez minden családban, függetlenül attól, hogy melyik országban vannak, egy iszonyú nagy dilemma, hogy fogja hívni a gyerek a szüleit. egy szivárványcsaládban. Uh-huh. Marci. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy mi szerintem volt ott egy beszélgetés a film elején, nem, amikor ők erről beszéltek, hogy ők eldöntötték, igen, hogy akkor ki lesz? Kinek mi lesz a neve, mert hogy igen, azonos nem szülők. Egyik a mama, a másik az anyu, ha jól emlékszem. Igen, de én az anyukámat anyunak hívom, a barátaim meg az anyukáikat mamának hívják, én meg a nagymamámat hívom mamának. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezért ez nagyon változatos minden családban, hogy ki hogy hívja éppen a szüleit. És ezen én nem is nagyon gondolkodtam el eddig, őszinte leszek, hogy ez ennyire egy fontos kérdés legyen. Mi eldöntöttük, hogy én apa leszek, az Ádám apu lesz, az Andris ezt nagyon következetesen használja, és ő nem keveri össze, amíg én összekeverem, és akkor kijavít, hogy te nem apu vagy, te apa vagy. Szóval ez az Andrisnál, vagy a mi kisfiunknál ez ilyen teljesen beállt dolog, és a mi esetünkben mi ezt egy pillanatig nem gondoltuk azt, hogy a társadalmi konvenciók miatt nekünk bármilyen megalkovást kéne hoznunk ebben a kérdésben, mert hogy nem. De hogy én azt is megértem, hogy ők ezt így látták, ezt a helyzetet. És még ezen én annyira nem gondolkodtam el egyébként, de most, hogy mondjátok. Most gondolkodjál. Most el fogok rajta gondolkodni, igen. De lehet, hogy ebben benne van az is, hogy ők ugye nem Budapesten élnek, hanem egy sokkal kisebb községben, és hogy ott a közösség is zártabb. Lehet, hogy egyszerűen ennyi. Nem tudom. Lehet, hogy simán a személyiségből fakad. Uh-huh. Nagyon messziről indítom a kérdést, de fogjátok érteni, hogy nem is annyira messziről. Nemrég beteg voltam egy hétig, és végignéztem a Váratlan Utazás című sorozatot, körülbelül 20-szorra. Gondolom mindannyiótoknak. Nekem a kedvencem volt. Imádtam. Tudom, miért. És ugye az megvolt. Most már mert jó! És most adok majd egy új nézőpontot hozzá. Mert hogy az a furcsa dolog történt, hogy pont akkor fordult élesbe a Család az Család kampány, amikor én ezt a sorozatot néztem, és akkor gyakorlatilag az történt, hogy megnéztem egy részt, felmentem az Instára, ahol mindenhonnan az jött, hogy mondjuk a Gulácsit szétszedik azért, mert ő kiállt a szivárványcsaládokért, és aztán közben pedig azt láttam, hogy a Hetti néni összeköltözik egy barátnőjével, akinek meghalt a férje, befogadnak árva gyerekeket, akik igazából nem is vérrokonaik, de a szüleik TBC-ben meghaltak, és közben még 3-4 ilyen sztori van ebben a történetben, hogy valaki valakinek a gyerekét neveli, együtt élnek úgy, hogy tulajdonképpen nem vérrokonok. A homoszexualitás nem jelenik meg a történetben, ugye ez az 1900-as évek elején játszódik ez a sztori, de valójában nagyon sok részben kimondják azt nyíltan, hogy a család, tehát az, amit te családodként kezelsz, amit te választasz, és nem a vérségi viszony köt össze valakit, hanem az, hogy mennyire szereti egymást, és mit tesz meg a másikért. Hogy lehetséges az, hogy mondjuk a 90-es években ez volt Magyarországon a mindenki kedvenc sorozata, tényleg mindenki ezt nézte. Állítólag Kanada után ez volt a legnépszerűbb, vagy tehát nálunk volt a legnépszerűbb, és most pedig arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen miért van az rendben, hogy a család az család. Szerintetek hogy lehetséges, hogy erről még mindig beszélni kell? Szeretném nem a politikával kezdeni, de nagyon nehéz ezt megkerülni, szóval hogy én nagyon egyetértek, amivel a Marci kezdte, hogy ez egy alapvetően szerintem egy elfogadó társadalom a magyar, meg ez nem egy homofób ország. Tehát, hogyha beszélgetünk emberekkel, hogyha tényleg személyes történetek és emberek, az interpersonális kapcsolatokról beszélünk, akkor nagyon sok mindent elfogadunk egymásról és egymástól, és teljesen békében élünk. Tehát én szlovák vagyok. Ez a szlovák-magyar dolog, ez gyerekkorom óta végig kísérem, apukám magyar, anyukám szlovák, tehát nem magyarországi szlovák vagyok, nem szlovákiai magyar, és ugye minden az ideológiai szintjén arról beszél, hogy itten ellenségeskedés van, soha az életben nem tapasztaltam a saját bőrömön, tehát szerintem valahogy ez is ilyen ez a család, hogy most ki lett emelve egy politikai céllal, ilyen uszítás történik, teljesen egyértelmű célok mentén, és ezért fontos szerintem, amit a Marciék csinálnak, hogy hozzuk ezt vissza az emberek szintjére, hogy hello, ez én rólam szól, meg rólad, meg az ovistársadról, meg lehet, hogy a te gyerekedről fog szólni 10 év múlva. Szóval, hogy szerintem ez nagyon nagy hiba, hogyha ezt beszállunk ebbe az ideológiai harcba, mert ez nem erről szól, ez emberekről szól. De egyébként, hogyha megnézitek, mert úgy mi ezen gondolkoztunk, hogy nagyon szeretnénk, vagy hát végülis most el is indult egy ilyen impact kampánya a filmnek, tehát hogy hogyan tudjuk eljuttatni minél szélesebb rétegbe is beszélgetést indítani, és akkor nagyon sokáig szerettük volna, hogy középiskolásoknak vetítsük ezt a filmet, hogy elkezdjünk beszélgetni erről, és érzékenyítsük ezáltal is őket. És aztán így mondták ismerőseim, hogy igazából a középiskolásokat erre nem nagyon kell érzékenyíteni, mert a Netflixen tényleg minden második sorozatban egy meleg pár, vagy egy meleg fiatal, vagy egy szivárványcsalád van, szóval, hogy ez abszolút ott van ilyen szinten a társadalomban. És nagyon érdekes volt, valaki meg azt mondta, hogy ha valamire kéne őket érzékenyíteni, az az, hogy akarjanak szülők lenni, vagy hogy szeressenek egy anyák, vagy családot, vagy szóval, hogy... Ezt, Marci, te is mondtad egy interjúban, hogy ez egy átmeneti probléma. Vagy talán egy Insta live-odban hangzott ez el, hogy ez egy tulajdonképpen átmeneti, de nem úgy, hogy egyik napról a másikra elmúlik, hanem ez egy generációs értelemben átmeneti ellenállás, mert a fiatalabb generációk már teljesen nyitottak mindenféle olyan dologra, amiről itt most mi beszélgetünk. Hát ezt nem tudom, csak remélem. Tényleg azt remélem, hogy ez a egyel alattam lévő generáció, sőt, szerintem már az én generációm is, 37 éves vagyok, de hogy én azt gondolom, hogy az én generációm is sokkal nyitottabb alapvetően, akár a szivárvány családok felé, akár az LMBTQ dolgok felé, és úgy igazán tényleg az lenne jó, hogyha ez nem lenne hír. Tehát, hogy ez a film, bocsi lányok, hogyha ez nem lenne hír, az, hogy nem kellene beszélgetni. Az örökbefogadását dolgozza fel. Jelenleg ezt én azt gondolom, ez egy forradalmi film, mert hogy igenis ez hozzájárul ahhoz, hogy ez majd a későbbiekben ne kelljen róla beszélni. De hogy én azt gondolom, hogy ezt a fiatalabb generációk, az én generációm teljesen átlagosnak, normálisnak éli meg. Én azt gondolom, hogy a politikai agymosásra, meg az ideológiákra is teljesen másképp gondolnak, mint egy másik célcsoport. És én azt gondolom, hogy az a fajta kommunikáció, ami elindult az elmúlt 3 hónapban, azok a beszélgetések, azok a viták, azok a cikkek, azok a kommentek, ez a beszélgetés, ez mind-mind azon dolgozik, hogy ez elfogadott legyen, vagy elfogadóbb legyen, még elfogadóbb legyen a társadalom, és ez a film is egy óriási löketet fog ennek adni, mert azt fogják benne látni, hogy igenis, hogy halálunam, most nem kellene értsétek, senki ne értse félem, én is az vagyok, tehát hogy teljesen hétköznapi emberek vagyunk ugyanazokkal a problémákkal. Az én férjem azt szokta mondani, hogy én ugyanúgy főzöm a kakaót, mint bárki más. És ők is ugyanúgy főzik a kakaót, mint bárki más ebben a családban. Na erre nagyon jó a film, hogy azt nézed, hogy reggel fölkelnek kócosak, este nyűgösek, eszik a műzlit, és egyébként ez így vicces is, meg ugyanakkor szomorú is, hogy basszus, ezt tényleg meg kell embereknek mutatni, hogy ugyanúgy emberek vagyunk mindannyian, és ugyanúgy éljük, vagy szeretnénk ugyanúgy élni az életünket. És egyébként van egy ilyen belső ellentmondás ebben abszolút, tehát hogy a Virág és a Nóra is semmi másra nem vágyik, mint hogy tök átlagos párként legyenek kezelve, hagyják őket békén, és mégis vállalták ezt a filmet. Pontosan azért, mert még nem érhették el, és hogy volt egy csomó ilyen dolog, hogy például nem forgathattunk velük, amikor mennek az oviba, vagy mennek a gyerekorvoshoz először, mert azt akarták, hogy minél inkább egy átlagos családként nézzenek rá, ha jön egy kamera stáb mögöttük, akkor pont ezt az átlagosságát veszítik el, ugye, mert pont, hogy szenzációnak tűnik, és pont ennek az ellentmondásosságát szeretnénk valahogy végre így segíteni, hogy ez eloszoljon ezzel a filmmel. Volt félelem bármely pontján a Virágékban azzal kapcsolatban, hogy mit húznak magukra ezzel a filmmel? Mert ott elhangzanak konkrét félelmek, tehát a Nóra elmondja, hogy neki szó szerint rémálmai voltak, hogy majd, nem tudom, bántják a kutyáikat, meg kinyomozzák, hogy hol laknak, meg nem tudom, Isten ments, hogy akár ezt így elképzeljem, de hogy sajnos nem tartom ezt nagyon irreális félelemnek Magyarországon, hogy volt bennünk félelem, ahogy most említetted, és még a filmben is benne van. Miután elköltöztek Bécsbe, azután sokkal kevésbé, de most is, hogy itt a film kijön, és most elég sok megjelenés van, meg beszélgetés róla, ők Szóval, hogy ők azért ilyen nagyon finoman vesznek ebben részt a saját családjuk védelme érdekében. Nektek volt-e valami nagy tanulsága? Vagy amit máshogy láttok a forgatás, vagy akár a vágás, a végtermék megtekintése óta? Bármivel kapcsolatban. Igen, mert ez nekem inkább filmkészítői dolgok, mint sem a szivárványcsaládok kapcsán. Vagy. Hát nekem ilyen tanulságok voltak, hogy szóval, hogy ez a kicsit ilyen mostoha sorsa volt a filmnek a készítés alatt, mert hogy nagyon sokára sikerült finanszírozást kapnunk, és hogy emiatt miután már leforgattuk az egészet, azután egy évvel kezdtünk el igazából vágni. És ez egy ilyen nagyon nagy tanulság, ami persze nem feltétlen könnyű, mert ha nincs finanszírozásod, akkor nem nagyon tudsz elkezdeni vágni, de hogy nagyon jó lett volna, ha miközben még tart a forgatás, mi már ismerjük az összes nyersanyagunkat, és ez alapján tudunk aztán tovább építkezni. Ez például tanulság. Mondhatok valamit? Hála Istennek, hogy nem kaptatok finanszírozást, mert hogy az, hogy ez a film most jött ki, ez... tehát, hogy tényleg... Tehát, ez hogy egyébként tényleg, ha biztos vagyok igaz, benne... Ha kaptunk volna, lehet, hogy kijött van egy évvel hamarabb. Biztos vagyok benne, hogy az lett volna, vagy fognak így is olyan kommentek érkezni, hogy ez tuti, nem véletlen, hogy ez most... Ez a propaganda gépezet. Mi már 5 évvel ezelőtt is tudtuk, hogy ez lesz most márciusban. 15 forgatás. Igen. Így van. Nekem egyébként bocs, csak az előző kérdésedre válaszol, hogy nekem egy kicsit ilyen lelki folyamat az, amit tanultam a filmből. Nekem most valamiért minden így a tudatosság körül forog. Tehát most ezzel vagyok így elfoglalva, hogy tudatosabban szeretnék csinálni egy csomó mindent az életemben. És... Azt látom, hogy egy örökbefogadás során ugye rá vagy kényszerítve, hogy sokkal tudatosabban válj szülővé, mert egy csomó mindenen kötelező átmenni a szülővé válásra felkészítés, ugye el kell menned pszichológushoz, tehát van egy csomó olyan kötelező dolog, ami segít neked abban, hogy akár te magad is egy kicsit tudatosabban állj ahhoz, hogy oké, most tényleg meg fog változni az egész életem, mert lesz egy gyerekem. És a Virág meg a Nóra amúgy is nagyon sok mindenről beszélt nyíltan egymással, biztos csomó minden a film miatt, mert ha már ott van egy kamera, akkor egy kicsit többet, vagy úgy tudatosabban csinálsz dolgokat, de nekem ez volt egy nagyon nagy tanulság, hogy itt szeretném majd én is csinálni, hogyha egyszer családom lesz, hogy mindig őszintén előhozni, akár azt is, ami a legijesztőbb saját számomra, és kimondani is rettenetes, akár az, hogy úristen, én rossz anya vagyok, vagy rossz feleség, vagy rossz barátnő, vagy tök mindegy. Szóval én ezt nagyon becsültem a Virágékban, hogy ennyire őszintén beszéltek mindenről, és nem féltek attól, hogy a másik mit fog szólni, vagy lehet, hogy féltek, és még így is kimondták, és az, hogy még azt is vállalták, hogy ez egy filmben elhangozzon, tehát egy csomó ember meghallja az ő legbelsőbb félelmeiket. Szerintem ez egyszerűen annyira csodálatos és fantasztikus, hogy... Ez lenyűgöző. Ezt abszolút kívülállóként, tehát sem örökbefogadási folyamatban, sem családalapításban, sem LMBTQ témában nem vagyok közvetlenül érintett, bár azt gondolom, hogy az LMBTQ témában tulajdonképpen mindenki közvetlenül érintett, mert ez mindannyiunk közös ügye. De döbbenetes volt azt látni, hogy milyen mélységeket vállalnak fel a kamera előtt, és nagyon-nagyon nagy tiszteletem nekik, mert néha ilyen tényleg hidegrázós, meg bőgős, sírós, ismerem az egyik szereplőt, írtam neki, hogy nagyon-nagyon sírok, ahogy nézem a filmet. Tehát az, amikor az első karácsonyát ennek a kislánynak, hogy ott micsoda készülődés van, hogy bárcsak azt látnám minden magyar családban, hogy az a fontos, hogy annak a gyereknek a karácsonya így sikerüljön. És tényleg az egy csodálatos dolog, hogy ezt valaki nyíltan, ennyire bátran, ennyire púder nélkül fölvállalja. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos mozzanata ennek az egész folyamatnak. Szerintem ez egy folyamat, ugye Marci, amiben vagyunk, mert egyik-másik irányba kileng az inga, de tulajdonképpen azért haladunk egy cél felé, hogy, hogy egyre többet, egyre nyíltabban beszélünk. Talán így jön a jó változás egyszer csak, nem? Hát remélem. megint azt tudom mondani, de az egész film szerintem, ahogy fel van építve, vagy hogy felépült, hogy ugye ez akár ezt vissza lehet vetíteni a magyar társadalomra is, ahogy ezzel a témával úgymond barátkozik, ahogy ők is a gyerekükkel kvázi barátkoztak, és lehet, hogy ez most ilyen furcsa párhuzam lesz, de hogy ők, ahogy ők egy családdá váltak a... Meddig farkadtatok? Két és fél évet. Igen, de a Melissa meddig volt velük? Két évig volt? 2 év. 2 év volt. Tehát, hogy tényleg az a 2 év, ameddig ők tényleg családdá váltak, és nekem is vannak ilyen ikonikus jelenetek a filmből, amikor egyszer így jönnek haza a motorral, és lóg a Melissa, meg a motor, meg a két anyuka, meg, és itt teljesen szét vannak esve. De hát ezt 100 ilyet látsz az utcán egyébként. De hogy és a végén, amikor ők autóba ülnek, és kimennek Bécsbe, és úgy megfogják egymás kezét, nekem az ugye a lezárás ennek az egésznek, hogy ott így ők így 2 év alatt megalakultak egy családdá. És lehet, hogy hülyeség, amit mondok, de hogy én ezt gondolom, hogy a társadalommal is ez egy ilyen, vannak viharok, és vannak viták, és egyik oldalra elmegy az inga, a másik oldalra elmegy az inga, viszont minden ilyen vita, minden ilyen veszekedés, beszélgetés az fogja elősegíteni, hogy beszélünk. És hogyha tényleg nem akarom az LMBTQ témára csak kihelyezni, de érdekes módon olvasgattam a kommenteket, az már senkit nem érdekel, hogy valaki LMBTQ tag, na de ne fogadjanak örökbe, és már ez is egy előrelépés. Tehát, hogy de tényleg, tehát pont ezt mondtuk, hogy tulajdonképpen az, hogy valaki meleg vagy nem, ez még senkit nem érdekel, ez már halálunalmas, tök jó, már ezzel is kibékült. De azért nagyon kell itt pattogni. De hogy igen, hogy ez egy ugyanúgy a filmben, hogy a családdá váltak, ugyanúgy azt gondolom, hogy ez a téma feldolgozódik majd a társadalomba, csúnyán mondva. Meg nem tudom, nekem az nagyon szép még abban, ahogy alakult ez a történet, meg ahogy ők ilyen nagyon őszintén bevállalták ezt, hogy ugye az elején elkezdik írni ezt a mesekönyvet, és hogy az élettörténeti napló. Igen? Erre ez a szakkifejezés? Szerintem az egy élettörténeti napló. Igen, az egy nagyon fontos mozzanata az örökbefogadásnak. Igen. De én szerintem ezt minden embernek meg kéne csinálni, aki szülővé válik. Én majd mindenképpen megfogom. Szerintem szülőség nélkül is nagyon sokat tudnánk profitálni egy ilyen, honnan jövünk, kik vagyunk mi, mit hozunk magunkkal. Tréningek vannak az örökbefogadásra. Most voltunk egy élettörténeti napló tréningen, mert hogy ez egy annyira fontos dolog, és nem, tényleg nem csak arról szól, hogy mikor születtem, kik voltak, hanem hogy az, hogy rajzolsz bele. Tehát, hogy de ez csodálatos, szóval, hogy minket egyébként ez fogott meg a legjobban, amikor megismertük a Virágot és a Nórát, hogy mesélték, hogy ezt fogják írni, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy hát akkor ők a tökéletes pár, akiről mi szeretnénk filmet forgatni, mert ez egy mennyire csodálatos keret lesz a filmben. És hogy aztán ez így egyértelművé vált számunkra, hogy igazából maga a film is ez az élettörténeti napló. Így van, neki lesz a legjobb az országba. És hogy igen, és hogy a kislányuknak van egy saját filmje arról, hogy ő hogyan került be ebbe a családba, és hát igen, mi mindig erről beszélünk, hogy ha másért nem, már ezért megérte. Igen, ez egy nagyon fontos lenyomat, korlenyomat is, hogy milyen helyzetben mennyi mindent megtesznek ezek az emberek azért, hogy gyerekük lehessen. Nekem ez volt az egyik legfontosabb mozzanata ennek a filmnek, hogy mennyi akarás, mennyi szeretet, egy még számodra ismeretlen lény felé irányuló szeretet kell ahhoz, hogy mindezt végigcsináld, ami ebben a filmben látható, és nyilván még így is csak a töredékét látjuk, hiszen nem voltatok, tehát nem egy valóságsót nézünk végig, nem 0-24 voltatok jelen, szóval ez számomra lenyűgöző, hogy mekkora szeretet kell megelőlegezve így előre ahhoz, hogy ez a folyamat egyáltalán beinduljon. És ahogy a Marci az előbb mondta, hogy nem csak LMBTQ témára kell ezt kihegyezni. Nemrég láttam a Red Table Talk című YouTube-os talkshow sorozatnak van egy olyan része, amiben arról beszélgetnek, hogy fehér családok fogadnak örökbe fekete gyerekeket. És az is hasonlóan indult, mint a mi beszélgetésünk most. Ugye J. D. Pinkett Smith az egyik műsorvezető, és van egy bevágás a beszélgetés előttről, ahol azt mondják, hogy hát kicsit félnek ettől, ugyanis feketeként előítéletet éreznek magukban, mert hogy nagyon sok fehér család úgy fogad örökbe, hogy ilyen megváltó szerepben tetszelek, hogy a nehéz sorsú fekete gyereket, és hogy elvágják tulajdonképpen a gyökereit a gyereknek, tehát nem az identitásának nem lesz része az, hogy ő honnan származik, és ez nyilván később egy nagyon komoly válságot tud okozni a gyerek lelkében. És nem is kell messze menned, hiszen a roma gyerekeknek az örökbefogadása Magyarországon pont, na hát így van. Dolog egyébként. Így van, tehát azért ez egy összefüggő témakör, hiszen ott el is hangzik a filmben is többször, hogy hát az egyedülálló az valószínűleg egy olyan gyereket fog kapni Magyarországon, aki másnak nem kellett. Ezt így nagyon sarkosan mondom, bocsánatot kérek érte, de ez realitás. És ebben a Red Table Talk beszélgetésben elhangzik a, most kövezzetek meg, nem fog eszembe jutni a Szex és New Yorkban a Charlotte-ot alakító színésznő neve. Elsüllyedek, de nem fog eszembe jutni. Ne szégyeld magad. És ő két fekete gyereket fogadott örökbe, és valami csodálatos, nézzétek meg ezt a beszélgetést, hogy mennyire szépen beszél arról, hogy hogyan őrizte meg a gyerekeinek az identitását, tehát hogy a gyökereiről. Elment tanfolyamra, például az ottani örökbefogadói tanfolyamnak része az afrohajnak tehát a kezelése, hogyan fonod, mit jelent a gyereknek az, hogy te a hajával bánsz. És itt elmondta a színésznő, hogy meg a J. D. Pinkett Smith, hogy végignézte a nyomtatványt, amit ki kell tölteni, és ott be kell x-elgetni, hogy mondjuk latinó gyereket szeretnél örökbefogadni, feketét szeretnél-e, fogyatékkal élőd. Tehát, hogy így minden egyes pipánál le kell játszanod magadban azt, hogy hogyan reagálnál erre a helyzetre, és ez az, amire az Ázsia az előbb utalt, hogy mennyire tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy végig menj egy ilyen folyamaton. Marci, nektek az örökbefogadási folyamat során mik voltak azok, amikkel szembesültetek magatokban? Egyébként ez hasonló módon történik itthon, majd Magyarországon is. Itt is elődraknak egy jó hosszú listát, ilyen 50-60 kérdéssel, ami egyébként főleg betegségekről szól. Tehát, hogy itt úgymond a rasszra utaló dolgok nem látszódik, de hogy főleg betegségek vannak, és ezekből a betegségekből te tudsz úgymond választani, mi az, amit elfogadsz, mi az, amit nem fogadsz el, mi az, amin bőve felvilágosítás kérsz az adott esetben, az adott gyermek életében. És természetesen arról is nyilatkoznod kell, hogy ha roma kisgyerekre, vagy cigány kisgyerekre is nyitott vagy sem. Ezt egy egyéb rubrikában beteszik, hogy te nyitott vagy nem vagy nyitott. Ez nem a származási kitétel? Származási kitétel, hogy van-e származási kitételed, vagy nincs. És Magyarországon egyébként elég sok embernek van származási kitétele, mármint, hogy nem fogadnak el cigány gyerekeket, és viszont, hogyha te egyedülállóként próbálsz örökbefogadni, és te neked van származási kikötésed, akkor esélytelenek nyugalmával indulsz ennek neki, hiszen általában mindenki fehérbőrű, újszülött kislányt szeretne. Kislány az, amit mindenki szeretne, erre 4-5-6-7-8 évet kell várnod, viszont erre mondjuk nekünk ugye semmi esélyünk nem lett volna, tehát hogy ezt mindig, mert ugye úgy szól a törvény, hogy mindig házaspároknak kell kiajánlani. De ezt most itt egy pillanatra álljunk meg ennél. 5-6-8 évet kell várnod. Igen, igen. Tehát ha ez valakinek nem lenne világos, hogy mekkora küzdelem az, amit most ezt nevezhetjük küzdelemnek, de azért azt is hangsúlyozzuk ki, hogy ha te fehérbőrű, újszülött kislányra vágysz, akkor kell 5-6-8-76. Ha te elfogadod a 3 éves roma kisgyereket valamilyen betegséggel, a 6-9 hónapon belül lehet gyermeked. Aha. Tehát, hogy azért igen, ez egy óriási megküzdés, de hogy az de meg egy másfajta küzdelem lesz. Igen, én azt gondolom, hogy ez az örökbefogadás ez egy nagyon bonyolult dolog, és aki nem tudja elfogadni a cigány származású kisgyereket, az ne is fogadjon örökbe cigány származású kisgyereket. Te nézzél, magadba kell nézned, és ha te azt mondod, hogy nem, oké. Ezzel nincs, én azt gondolom, hogy ezzel nincsen baj, hiszen ezt bevallod magadnak, hogy te a családod miatt, magad miatt nem tudsz felnevelni egy cigány származású gyermeket, rendben van. Ez inkább akkor derüljön ki, mint hogy már ott vagy egy folyamatban, vagy örökbe fogadtál. Tehát, hogy szerintem itt nagyon súlyos kérdésekre kell válaszolnod, és nagyon mélyen kell magadba nézned. És ezért fontos például az örökbefogadói tanfolyam, ami ezekre a kérdésekre segít választ adni. Sajnos már nem kötelező idéntől, de én azt remélem, hogy nagyon sok szülő el fogja végezni, vagy el is végzik, akik szeretnének örökbefogadni. Szóval a mi esetünkben is, a mi esetünk az arról szólt, hogy mi egyébként, amire határozatot kaptam, az 0-3 év közötti kisfiú, kislány, mindegy volt, származási kikötést nem tettünk, és az élettel összeegyeztethetetlen betegségeket zártuk ki, illetve azt hiszem a Down-szindrómát is kizártuk, mert hogy mi ezzel nem, tehát hogy mi nem tudnánk ezzel együtt gyermeket nevelni, mi úgy döntöttünk, ez a mi döntésünk volt, és így érkezett hozzánk Andris. Nincs valamilyen szabályzat, nem tudom, hogy, tehát, hogy ugyanolyan nemű gyereket nagyobb eséllyel fogadhatsz örökbe, mint hát ezt mondják, igen, de hogy ez ilyen nagyon furcsa dolog. Mármint, hogy ugyanolyan neműt. Fiúpárnak fiút adnak, lánypárnak lánypárt adnak. Igen, ezt valami ilyesmit meséltek. És... ezt én is hallottam, én erről nem tudom, hogy ez mi a... Tehát, hogy erről nincs hivatalos álláspont. Én azt gondolom, hogy ez maximum egy ilyen szakemberek között egy ilyen... megállapodás lehet, de hogy mondjuk mi fiút kaptunk, ők meg kislányt. Hát ez a filmben is előkerül egyszer-kétszer, hogy nem tudjuk, hogy azért tologatják az aktánkat, mert melegek vagyunk, vagy itt most tényleg csak egy olyan probléma áll fenn, hogy ez a rendszer amúgy is elképesztően túlterhelt. Szóval, hogy vannak ilyen mindenféle városi legendák, hogy mit kell, mit lehet, hogyan lehet könnyíteni a folyamatot, stb. De közben ezt én egy ilyen szürke zónának látom sok szempontból az egész örökbefogadási rendszert, és mondjuk számomra pont ezért érthetetlen, hogy miért nem kötelező a tanfolyam. Ez számomra is érthetetlen, én őszinte leszek, mert hogy ez a kormány volt az, aki egyébként megduplázta a tanfolyamnak az idejét, 3-4 évvel ezelőtt, most pedig eltörölte. Tehát, hogy én nem látom benne a logikát, ez sokkal több veszélyt hordoz magában, mint egyébként elvégezni a tanfolyamot. Igen. Hát megkockáztatom, hogy egy ilyen tanfolyam bárkinek hasznos lenne, mert nagyon sok mindent tanulsz. Persze. Ez... magadról, gyereknevelésről. Így van. Illetve sokkal elfogadóbbak lesznek általában a tanfolyam után a szülők. Akár a roma származásra, akár a különböző betegségekre. Szóval... meg hát csomószor ez inkább egy feldolgozás, nem? Tehát olyan pároknak, akiknek nem születhet egy gyereke, igen, és hogy ez iszonyú fontos abban, hogy készen állj arra, hogy mondjuk örökbe fogadj. Igen, hát a gyásznak ugye a legtöbb heteroszexuális párok esetében ugye van biológiai lehetőség arra, hogy ők reprodukálják önmagukat, ahogy a pszichológus mondja, és ott van egy gyász, amit nekik ugye fel kell dolgozni, és az örökbefogadás az ennek a gyásznak a hát nem is a folyamata, de hogy talán a lezárása, de hogy ezt egy pszichológus sokkal jobban fogja tudni mondani, mint én. És egyébként mi is megkaptuk ezt a kérdést a pszichológustól, hogy mi ezt feldolgoztuk-e vajon, nem így, sokkal okosabban kérdezte természetesen meg, de hogy mi ezt soha nem egy gyászként éltük meg, hogy nekünk nem lehet vér szerinti gyermekünk. Tehát, hogy mi ezt az egész örökbefogadást egy ilyen nagyon boldog dologként éltük át, hogy ez hogy működik. Ahogy te is mondtad, nekünk is voltak ilyen kérdéseink. Én őszinte leszek, én bíztam a rendszerben. A rendszernek nagyon sok hibája van. A rendszer nagyon átláthatatlan. Nem is tisztem ezt megítélni, én láttam ott nagyon-nagyon sok jó szakembert, akivel együtt dolgoztam, rengeteg rémtörténetet is hallottam, úgy, ahogy a Covid-ról is hallok rengeteg rémtörténetet, de hogy én nem tudom, most lehet, hogy én naiv vagyok, de hogy én tényleg azt hiszem, hogy azok a szakemberek a gyerekeknek akarnak a legjobbat, és ők is azt mondják, hogy a gyereknek találnak szülőket, és nem a szülőknek gyereket, és ja, lehet, hogy naiv vagyok. De hogy te egy nagyon pozitív beállítottságú embernek tűnsz, ha megengeded ezt az Insta oldalad és a beszélgetéseink alapján. Abszolút azt érzem, hogy te egy ilyen nagyon pozitív, tehát mindig a jót keresed. Ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy sokaknak ez nem feltétlenül ez a beállítottsága, és nekik valószínűleg ez máshogy nehéz ez a folyamat. Biztosan, és és nagyon sok frusztráció van biztos az emberekben, hogy miért kapnak, ezt mi is megkapjuk, hogy hogy kaptatok szőke kisgyereket, mert vagy atya úristen emberek, tehát mi van veletek? Ez a kérdés, tehát, hogy merül fel? Tehát, hogy hát, nem tudom, ez engem meglep, hogy valakinek tényleg ez a... Hát igen, ez engem is meglep, hogy így hogyan tör így elő az emberekből egy ilyen hasonló kérdés. Egyébként senkinek semmi köze nincs hozzá, mert hogy ez a mi magánügyünk, a törvények be voltak tartva, az Andis az több heteroszexuális párnak ki volt ajánlva, az ő története, az meg az ő meg a mi hozzánk tartozik, és senki másra. De egyébként Magyarországon az örökbefogadás az egyik legliberálisabb egész Európában. Tehát, hogy ahogy, nem tudom én, azt hiszem Hollandiában alig történnek örökbefogadások évente. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy maga az örökbefogadás, az, hogy Magyarországon 1000 örökbefogadás történt évente, egyébként ez az államnak a szégyene. Hogy ők nem visszagondolzák azokat a gyerekeket a családokba. Ez már magába egy szégyen, hogy ilyen sok örökbefogadás történik Magyarországon. Nullának kéne történnie, mert hogy az államnak, a szakembereknek azon kéne dolgozni, hogy ezek a gyerekeket ne vegyék ki a családjukból, maradjanak a vérszerinti, az a legjobb a gyerekeknek, ha a vérszerinti családjaikkal maradnak. És itt az örökbefogadásról beszélünk, de hogy szerintem ez az első, hogy a gyerekeknek a legfőbb érdeke, hogy a vérszerinti szüleivel nőhessenek fel, és azok a családok. És Hollandiában ezért nincs örökbefogadás. Ott vissza tudják gondozni a gyerekeket, támogatják a családokat. Hát ez a kulcs szó, mert igen, nyilván az a legjobb, ha vérszerinti szüleikkel, megfelelő környezetben. Így van. Így ugye van. A filmben szereplő kislány nem fejtegetik különösebben, hogy pontosan mi volt az ő története, de annyit tudunk róla, hogy amikor a virágéköt megkapták, akkor nem lehetett egy ideig tudni, hogy neki van-e, tehát hogy fogyatékkal élő kislánya, vagy annyira le van maradva a fejlődésben. Nyilván azért, mert nem egy optimális környezetben nőtt fel. Ez azért azt gondolom, hogy kell tényleg egy nagyon komoly önismeret a szülőknek, a leendő szülőknek ahhoz, hogy azt mond egy gyerekre, akiről nem tudják jelen pillanatban, hogy tulajdonképpen van-e valami gondja, hogy azt mondjátok, vagy azt mondják, hogy igen, őt szeretnénk. És aztán ti végigkövettétek, ahogy ez a kislány kinyílt. Ez milyen volt látni? Ez egyébként szerintem az egyik legfontosabb mozzanata a filmnek, hogyha azt nézzük, hogy tudja-e majd érzékenyíteni a társadalmat, vagy nem, hogy igent mondanak egy kislányra, akiről azt gondolja, akár azt is gondolják abban a pillanatban, hogy szellemi fogyatékos, mert nem fejlődik úgy, mint a társai. És aztán nagyon hamar kiderül, hogy egyszerűen szeretetre és figyelemre van csak szüksége, és fél év alatt behozza azt a másfél éves lemaradást. Tehát szerintem ennél nagyobb bizonyíték arra, hogy egy gyereknek szerető családra van szüksége, teljesen mindegy, hogy hány nő és hány férfi, és milyen összetételben egy nő, egy férfi, tehát itt az egyedülállókról is szó van. Ennél jobb bizonyíték nincs, és átadom a szót Sári, de szerintem ez egy annyira gyönyörű pillanat volt, ahogy így mi is néztük a kislánynak a fejlődését. Hát és hogy ahogy azóta is követjük, szóval, hogy most már 3 éve fejeztük be a forgatást, és hát folyamatos kapcsolatban vagyunk velük, és és tegnap is ott volt a Meli is a Nóra ölében, hibátlan vagy folyékonyan beszél németül, elsős most már Bécsben, és hát hogy teljesen kinyílt, és pont ezt figyeltük meg, hogy a mi legutóbbi beszélgetésünk óta is, ami mondjuk egy hónapja volt, hogy olyan választékosan beszél magyarul is, szóval, hogy tényleg folyamatosan fejlődik, és hát az, hogy németül meg tényleg lassan anyanyelvi szinten beszél. Szóval ez tényleg nagyon, nagyon megható. Hogy még mindig emlékszik ránk. Megható. Volt idő, amikor egyik Sári és másik Sárinak hívott minket, meg egyik Ázsia, meg másik Ázsia. Tehát, hogy tényleg mi nagyon-nagyon megszerettük a Melit, meg szerintem ő is minket, meg többször vigyáztunk rá így esténként, hogy a virágék egy kicsit el tudjanak menni. De egyébként a tegnapi közönség találkozón, ami ugye a spanyol fesztiválon volt, ez egy nagyon szép pillanat volt, hogy ott is ugye megkérdezték, hogy hát a filmben látjuk, hogy ott van egy kis probléma a Dadának nevezett anyuka és a kislány között, és hogy ők most hogy vannak. És akkor elmondta a Nóra, hogy jó, hogy tök jól vagyunk, meg minden rendben, meg hát az ő fejében is mióta a anyák napjára 2 meghívót kapnak az oviból, egyik anyának, meg másik anyának. Tehát ezek a kis pici figyelmek érzelmességek az ő egy ilyen identitás kérdéseit is rendbe rakja. És akkor egy percre rá, hogy ezt elmondta a Nóra, hogy hát szerinte így minden rendben, így megjelent a Meli a képben, így belecsimpaszkodott a nyakába, így ráült a fejére kb. Szóval teljesen egyértelmű volt, hogy itt az egyik szülőjének az ölébe ül be. De amit nem mondott még, ami a legszebb volt benne, hogy azt mondta, hogy most már a Meli is az óvodában úgy beszélt róla, mint az anyukájáról. Mm. És hogy neki ez volt, vagy Nórának ez egy ilyen nagyon fontos pillanat. Ez egy nagyon izgalmas, és a leges-leges legelején elhangzik a filmnek, hogy hát tulajdonképpen 3 anyukája van ennek a kislánynak, tehát hogy egy örökbefogadás esetén azzal is számolni kell, hogy hogyan tálalod azt, hogy ő honnan jött, és ugye én úgy tudom egy korábbi interjúmból, hogy az a kérés, hogy mondják el azt, hogy örökbefogadták a gyereket, és ez nem csak a melegpárokra vonatkozik, hanem mindenkire, hogy az örökbefogadó szülő ezt nyíltan kommunikálja a gyerek felé. Én bevallom, engem megdöbbentett annak idején, amikor erről írtam, hogy mekkora tabuk övezik még mindig az örökbefogadást. Gondolom, hogy ez még nehezebb, vagy még súlyosbodik az összes többi sztereotípiával, hogyha egy melegpárról van szó. Marci, ti találkoztok ilyen, hogy ez ahogy kaptatok szőke kisfiút, ez is egy ilyen nagyon sztereotíp abban, hogy a kislányt szeretnének sokan. Ebben is azt látom, hogy mert a kislány az biztos jobb lesz. Ebben biztos, hogy van egy ilyen nemi sztereotípia, nem? De ez az élettörténeti napló, ez nem pont ezt hivatott segíteni? Hát az élettörténeti napló az azt hivatott segíteni, hogy te tudd, hogy honnan származol. Tehát, hogy... De hogy ez segít feldolgozni, beszélgetni arról, van, hogy te örökbefogadott. Hogy te örökbefogadott vagy. Igen, ez... ugye régen az volt a megállapodás, hogy nem kell elmondani. Most már abszolút azt mondják, hogy el kell mondani, tehát hogy ez nem is lehet kérdés, hogy ezt nyíltan kell kezelni. Ugye van az örökbefogadásnak a háromszöge, ugye az örökbefogadó, az örökbe... Úristen! Hányszor mondtad ezt már? Én most képzelem ezt a háromszöget. Hát én is a fejemben megyek. Örökbefogadás háromszöge, ugye vannak a vérszerinti szülők, az örökbefogadott és az örökbefogadó szülők. Tehát, hogy így néz ki ugye az örökbefogadás, és itt a vérszerinti szülőknek a szerepe az nagyon fontos, tehát, hogy az, hogy te honnan származol, hogy mi a te gyökered, azt nem lehet letagadni, azt nyíltan kell kezelni, és ez az örökbefogadott gyermekeknek ez egy elég nagy package, amivel nekik együtt kell élni, és amit fel kell dolgozni, amiben a szülőknek én azt gondolom, hogy a legfőbb feladata, hogy ezt megadják a gyermekeknek. Nekünk meg még azt is meg kell oldanunk, hogy 2 apukája van, de hogy itt már az örökbefogadás az már egy ilyen gyaloggalopnak tűnik idézőjelesen. A viccet félretéve, tehát hogy igen, mi azt gondolom, hogy vagy ahogy ezt mi éljük meg, az azért nagyon-nagyon tudatosan próbálunk ebbe beleállni, hogy mit jelent az, hogy örökbefogadás, hogy ez mit jelent az Andrisnak, hogy mit jelent az, hogy 2 apukája van, hogy ezekkel hogyan tudjuk felvértezni őt a jövőben azzal, hogy bármilyen támadás éri, akkor ő maga tudjon maradni minden helyzetben. Kérdezhetek Sári, légy szíves, Sári, kérdez. hogy ti már beszéltek vele erről, vagy meselitek az élettörténeti naplót, vagy még ez korai neki, vagy szóval, hogy... Nem, szerintem ez soha nem korai. Tehát, hogy ezt nem folyamatosan kell, de mindig az ő szintjén. Ővele is már beszélünk arról, hogy ő is megkérdezte tőlünk, emlékszem, egy reggel volt brutál, hogy itt feküdt közöttünk, és akkor mondta, hogy ő kinek a pocakjából született. Már egy az, hogy ő tudta, hogy nem a mi pacakunkból jött, ez már azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szuper, hogy ki volt az ő anyukája. És mondtuk neki, hogy hát természetesen, hogy igen, hogy neked is volt egy anyukád, vagy van egy anyukád, akit mi sajnos nem ismerünk, mert hogy ő nem tudott felnevelni, és ott hagyott a kórházban, ameddig a Sanyi papa meg az Ági mama, az Andis nevelő szülei vigyáztak rá, ameddig mi örökben nem fogadtuk. El szoktuk képzelni az anyukáját. Most éppen piros nadrágja van, és azt hiszem szőke haja. nagy feje is van, mert ezt is tudjuk, és ezt így el szoktuk képzelni, hogy az ő anyukája hogy nézhet ki. Tehát, hogy mi erről beszélgetünk, és kommunikálunk, és ez egy nagyon fontos dolog az ő életében, hogy ő legyen egy képe a vér szerinti anyukájáról, és természetesen, hogyha ő ezt majd meg akarja, meg szeretné keresni, hogy ezt 14 éves korában azt hiszem elkezdheti, akkor mi teljes mértékben támogatni fogjuk ebben. És a nevelőszülők kapcsolat? Aha, mi elég gyakran szoktunk találkozni, 4 évente folyamatosan. Ez mennyire megszokott? Nem tudom, mennyi örökbefogadó párt ismersz. Mást mond. Egyébként én azt gondolom, hogy a visszalátogatás az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy nevelőszülőktől is függ, tehát hogy nagyon sok ismeretlenes ez az egyenlet. Uh-huh. Mi nagyon összeklikkeltünk a nevelőszülőkkel, és emiatt is szerintem kialakult egy ilyen szorosabb viszony, de valaki nem szokott találkozni a nevelőszülőkkel. Tehát, hogy ezért nagyon, én azt gondolom, hogy esetfüggő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az enyém a legjobb megoldás, de közben nem, mert lehet, hogy egy másik megoldás. Mindegyik egyedi eset. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mindig azt kell nézni, ami a legjobb a gyereknek, pont. Tehát nem a nevelőszülőnek az érdekeit kell nézni, hanem ami a gyereknek a legjobb. És ezt mi úgy én úgy látom, hogy ez az Andrisnak fontos, meg jó. A nevelőszülők irányából a kezdetekben nem volt esetleg bármiféle ellenérzés? Vagy nem voltak fenntartásaik, hogy most tényleg 2 apukája lesz akkor a gyereknek? Szerintem alapvetően nem. Ők elég nagyon, nagyon más világból érkezünk mind a ketten, de hogy ők egy ilyen rendkívül nyitott, elfogadó emberek, és nem ítélkeznek. Az alapján ítélkeznek, amit teszel, és ők adtak nekünk egy esélyt. És ezt az esélyt mi ezt kihasználtuk, idézőjelesen, mert hogy akkor így... Tehát, hogy azt gondolom, hogy ők megadták nekünk az esélyt arra, hogy az ő általuk nevelt gyermeket mi örökbe fogadjuk, és ők mindent megtettek azért, hogy mi sikeresek legyünk. És ez az örökbefogadás sikeresen megtörténik, és mert ők a gyereknek az érdekeit nézték. És szerintem ez a legfontosabb. Tehát a saját önös, vagy nem tudom, lehet, hogy nekik voltak előítéleteik, de hogy a gyerek érdekében ők ezen túlendültek. Ők azt is tudták, ők szerintem azzal is tisztában voltak, hogyha mi nem fogadjuk örökbe, akkor valószínűleg az Andis külföldre ment volna, azt nem akarták. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mindenképpen el akarták kerülni, és tudták, hogy már ugye mi jövünk, mert hogy a házaspároknak nem kell, nem akarták örökbe fogadni, és azt meg végképp nem akarták, hogy külföldre kerüljön. Tehát, hogy... Ázsia, mit szerettél volna? Csak annyi, hogy ugye a filmben a virág fogadott végül örökbe, és ő 2 évet várt mielőtt, vagy 2,5 évet várt, mikor a kislányuk hozzájuk került. És elég sokat meséltek nekünk az ügyintézőkről, meg a tegyesz munkájáról, és lehet, hogy ők szerencsések voltak, de ők is csupa csodálatos emberrel találkoztak, tehát nagyon segítőkész, nagyon nyitott emberekkel, akik szintén csak azt néztek, hogy a gyerekeknek mi a jó és mire van szükségük. És ahogy ez a filmben is benne van, szóval tényleg egy nagyon túlterhelt rendszer, nagyon alul fizetett emberek dolgoznak benne, nagyon gyakran váltakoznak ezek az emberek, tehát nem sokáig bírják az ügyintézők a rendszerben, szóval elmennek, mert nem bírják ezt. Hát ez egy elég érthető dolog egyébként, ha belegondolunk, hogy mikkel szembesülnek nap mint nap, akárha csak a gyerekeknek az előtörténetéről beszélünk, és akkor nyilván a szülői, vagy leendő szülői oldalon is vannak nagyon nehéz sztorik. Igen, ezt szívvel, lélekkel kell nekük is csinálni, és tényleg volt egy különlegesen szép pillanat így ebben az ügyintézőkkel való kapcsolattartásban, hogy volt egy pont, amikor már megvolt a kislány, aki végül hozzájuk került, és akkor azt mondta az ügyintéző, hogy annyira sok szeretetre van szüksége, hogy egyenesen 2 anya kell neki. és hogy ezt egy átlagos ügyintéző hölgy mondta nekik, aki ebben a rendszerben dolgozik. És ezt kivágtuk a filmből. Mármint, hogy nem ez a jelenet volt konkrétan, hanem hogy ezt elmeséli a Nóra a virág anyukájának. És hát ez majd az extrákba. Igen, egyébként most, hogy így merülnek fel ezek a szuper jelenetek, amik nincsenek benne, és hát volt régen ilyen tervünk, hogy legyen 1-2 ilyen kimaradt jelenetek, ami akár ilyen hát nem nevelési célzattal, de hogy ilyen oktatási háttéranyag, vagy tehát, hogy milyen az örökbefogadás, vagy milyen dilemmák vannak. Hát mindez, amiről mesélsz, Marci, erről mind a virágig is beszéltek. Tehát... Igen, tehát, de ezzel nem csak azonos nemű szülők mennek végig, hanem minden szülő, minden örökbefogadó szülő végig megy rajta. És nekem azért volt ilyen hullámvasút végignézni ezt a filmet, mert én újra éltem ezt az egészet, hogy akkor mi ott, talán a műpánál ülnek, nem is tudom. Igen. És akkor ott megy ez a beszélgetés. Ugyanezeken végigmentünk, és hogy mindenki végigmegy rajta. Ja, szóval szerintem ez egy olyan film lesz nekem, amit évente egyszer meg fogom nézni, hogy újra éljük akár az örökbefogadásnak a megünneplését. Ja. Annak idején, amikor egy riportot készítettem örökbefogadásról, az egyik leggyakoribb felmerülő probléma, vagy ilyen problémának vélt dolog a külvilág részéről az volt, hogy de hát nem tudjuk, hogy a gyerek az honnan jön, és mit hoz magával, és volt olyan, képzeljétek el, ez is lett aztán a címe annak a riportomnak, akinek az anyósa azt hajtogatta, hogy mi van, ha egy gyilkost fogadnak örökbe. És amikor hazahozta a gyereket Mózes kosárban, akkor fölrakta az asztalra, és azt mondta az interjú alany, hogy na, anyuka, itt a gyilkos. És hogy ez azért egy olyan történet, ami sajnos nem egyedi. Itt egy picit ti is kapizsgáljátok ezt, vagy kapargatjátok ezt a filmben, hogy az egyik szereplőnek az édesanyja is mondja, hogy mégiscsak szuper lenne, hogyha meg tudnátok oldani családon belül, hogy esetleg egy mesterséges megtermékenyítéssel, és aztán van ennek egy ellenpontja, amikor az egyik szereplő édesanyja, amikor megérkezik a kislány, talán egy néhány nappal később, így egyszer csak előtör belőle, hogy nagyon szeretné már látni, nagyon szép kislány, ugye nem látták még személyesen, és hogy minden rendben lesz, ez így elhangzik a szájából, és én ott bőgtem el másodszor magam. Amikor és ugyanaz az édesanyja, akinek először kételyei vannak, és utána meg egy végtelen szeretet és elfogadás van. És benne, hogy ez így előjön magától, ez olyan felemelő ebben a filmben, ahogy minden kommentár nélkül látod, hogy basszus, ez a család, az család, ez működik. De ezek is annyira természetes dolgok, nem? Tehát, hogy persze, hogy félünk, hogy itt van egy biztos kettős, a párkapcsolatom, és ebbe bekerül egy harmadik személy. Tehát persze, hogy félünk, hogy majd mi lesz, meg hogy lesz. De én így képzelem egyébként a terhességet is. Szóval, hogy 9 hónapon keresztül várok valakire, akkor egyébként nem tudom, hogy milyen lesz, tudom-e majd szeretni, tud-e engem szeretni, nem lesz-e véletlenül beteg. Szóval, hogy ezek a kérdések ugyanúgy megjelennek más formában, természetesen, de hogy ezek mind általános félelmek és vágyak és remények szerintem. Szerintem ez az, amiben ezt tud segíteni egy ilyen film, meg az, hogy a Marci nyíltan, és már ez is milyen fura, hogy ezt el kell mondani nyíltan, hogy a Marci megmutatja nekünk az életét, a mindennapjait, hogy ezek ugyanolyan mindennapok, mint a mi mindennapjaink, mert hogy tényleg azzal szembesül az is, akinek előítéletei vannak, hogy de hát ez ugyanolyan. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos ebben a filmben. És hogyha ezt hozzátettem, de hogy tök fontos, hogy miben más. Tehát, hogy van egy csomó dolog, ami meg specifikus, és abban meg segíteni kéne egymásnak, meg a társadalomnak, az egyedülállónak, a heteroszexuális örökbefogadónak, a homoszexuális örökbefogadónak, szóval hogy ezeket meg tök fontos lenne végre itt tartani már, hogy felismerni, hogy mik azok a specifikumok, amikre viszont figyelni kéne, és támogatást adni. Egyébként én nem lepődnék meg azon, hogyha ez a film majd kötelező feladat lenne valamelyik örökbefogadói tanfolyamon, hogy nézzék meg az emberek. Mm-hmm. Mert hogy itt a szivárványcsaládoknak a léte az egy ilyen mellékszál. De nagyon sokat beszélgettünk erről, de hogy nekem a leghangsúlyosabb eleme ennek a filmnek az az örökbefogadás és a családdá válás. Tehát, hogy szerintem ez a számomra ez volt az, amit... Jó, én elfogult vagyok, mert örökbefogadó szülő vagyok, tehát hogy, bocsánat, igen, de hogy nekem ez volt a leghangsúlyosabb rész, és az, hogy ott 2 anyuka van, az már egy ilyen oké, kvázi cherry on the top, de hogy tényleg... Ezen az örökbefogadói tanfolyamon, azt hiszem, mi az Ágacska Alapítványnál voltunk, én ott voltam, és ott is vannak ilyen dokumentumfilmszerűségeket mutatnak. De hogy ott mindig egy adott részét mutatják be az örökbefogadásnak, hogy amikor az anya lemond a gyermekéről, tehát hogy vannak ilyen részek, de hogy itt meg van egy ugye, egy íve, egy folyamat, amin végigvisz, és ez a film nagyon sokat fog tenni szerintem azért, hogy azok a még mindig létező stigmák, sztereotípek az örökbefogadással kapcsolatban, azok is dőljenek le szépen sorba ezek a falak, és tök jó úton halad egyébként ebben Magyarország, egyre akár a Grecsó-Krisztiánék, akár a Balsai-Móniék, akik ugye örökbefogadó szülők, akár az Orsia, nem akarok beleszólni, tehát hogy egyre többen és többen vállalják ezt, hogy ők örökbefogadó szülők, és ez mind-mind ahhoz segít hozzá, hogy ez is egy ilyen stigmamentes dolog legyen, és már senki sem mondja azt, hogy zabi gyerek. Meg egyáltalán nagyon csúnya dolgokat. Szó. Tehát, hogy ez is nagyon-nagyon sokat segít ez a film, én azt gondolom. Számítottok-e arra, hogy minden felemelő és pozitív volt ellenére esetleg negatív kommenteket fogtok kapni? Fogtok, biztos. De hogy milyen mértékben az mondjuk szerintem kérdéses. Erre készítettétek-e magatokat? Igen, de én most nem tudom felmérni. Szóval, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen, mármint, hogy most már egy-két... Hú, ne legyek kíváncsi. Nem, arra... Hát igen, nem tudom. Mennyire igazából lehet szélsőséges? Hát igen. Meg tehát az van, hogy szerintem nem... Tehát ugye a Virágnak és Nórának semmiképp, de nekünk se szabad belemenni a, nem tudom, mindenféle Facebookos kommentbe, tehát, hogy én visszatekertem, a szomszédunk mondta, hogy látta, hogy megjelent a, nem tudom, lehet-e ilyen, igen, hogy mondani más. Lehet. Ki fogják sipolni. Nem fogjuk. A HVG Facebook oldalán, és akkor azzal töltöttem egy ilyen, hát fél órát kb., hogy visszatekertem egy héttel korábbra, ahol megjelent csak ez a Család a Család az HBO-n, hogy beszállt ebbe a kampányba, és ennek kapcsán ez a film. És hát elkezdtem olvasni a kommenteket, és szóval, hogy az nem szabad, tehát, hogy az nagyon, tehát, hogy még csak ugye a filmet se látták az emberek, csak a téma meg a cím kapcsán, de hogyha ezeket ki tudjuk zárni, akkor tehát, hogy szakmai szempontból beszélgessenek erről, arra nagyon kíváncsi vagyok, tehát, hogy filmes szempontból, de biztos, hogy más szempontból nagy támadási felületed. Hát én szerintem szörnyű lesz. Tehát, hogy biztos, hogy iszonyú kommentek lesznek, és én bevallom őszintén, hogy én erre egy kicsit már így fölkészültem, vagy hogy most nem akarok ilyen nagyon messziről, de hogy az eszefejügy kapcsán, meg hogy minden kapcsán, ami az utóbbi 10 évben van Magyarországon, ezek néha akár szórakoztatóik is tudnak lenni ezek a kommentek. Hogy mert tudod előre, hogy mik fognak jönni, nem? Vannak igen. Az ilyen toposzok, csak amik érkeznek. De hogy mindjárt átadom azt, mert te biztos nagyon jókat tudsz mondani, de hogy amitől én félek, őszintén szólva, az inkább a Virág és a Nórának a családja, akik viszont Magyarországon élnek, tehát a Virág anyukája és a Nórának a szülei, meg a Nóra tesója, a Nórának a családja. Szóval nagyon-nagyon remélem, hogy ők ezt valahogy, ők is kizárják majd ezeket a kommenteket, mert azért, hogyha egy családtagodról írnak ilyen dolgokat, azért az nagyon fájdalmas, és tehát azért a Virágékkal nagyon sokat beszéltünk már előtte is erről, hogy majd ez lesz, és tudjuk, hogy lesz, és vállaljátok el. Mert ha mondjuk azt mondták volna, hogy ne csináljunk semmilyen promót a filmnek, akkor valószínűleg nehéz lett volna persze, de biztos, hogy belemegyünk. Tehát azzal, hogy őket védjük. Tehát csak akkor persze az a rengeteg hatás, amiről most a Marci is mesélt, azt ugye akkor az nem történt volna meg, de hogy azért az elsődleges a szereplők védelme. Tehát szerintem ez nem kérdés. De hogy szerencsére a Virág pontosan tudja, hogy ez mivel jár, hiszen politikus volt, tehát hogy ezt nagyon jól át tudják beszélni a Nórával is, és ha már szóba kerültek a családjaik, hogy hát a Virág anyukája nem tudta, tehát hogy kétszer kellett neki futni a filmnek, mert hogy annyira sírt, hogy nem tudta befejezni, és a Nórának a szülei is, pont a múltkor tök véletlenül összetalálkoztam velük, és hát ilyen, hát hogy mennyire gratulálnak, hát ez mennyire szép, és hogy nem tudom, szerintem ez is annyira megható, meg fontos, hogy ez a szülőkre is így hatott. Tehát ez jó sírás volt, még mielőtt félreértével. Abszolút, bocsánat, azt hiszem egyértelmű volt. Újra nagyon érzelmes. Tehát, hogy őt annyira meghatotta, hogy utána újra kellett kezdeni. Mondom, én bőgtem többször is, tehát, hogy abszolút átérzem, és tényleg én totál kívülállóként néztem, és ja, hát kemény, és azért voltak ott olyan könnyek is közte, ami belegondoltam, hogy mennyire könnyű nekem ehhez képest egy csomó minden az életben. Tehát, hogy nem kell nap mint nap szembesülnöm azzal, hogy átgondolom, hogy megfoghatom-e a kezét a páromnak az utcán, vagy sok lesz, beszólnak-e a villamoson, ha rajtam van egy kalap, vagy beszólnak amúgy, csak máshogy szólnak be nekem, mint hogyha kézen fogva mennék egy barátnőmmel. Szóval igen, azért ez szemfelnyitás még úgy is, hogy alapvetően azt gondolom, hogy én nyitott vagyok ebben a témában, és nincs semmi ellenérzésem ezzel kapcsolatban. Na, mik a toposzok, Marci, amik kommentben... Én a toposzokról nem is akarok beszélni, mert hogy annak ne adjunk teret. Én azt gondolom, hogy ami az elmúlt 3 hónapban történt a Család a Család kampánnyal kapcsolatban, az most valósággá válik ebben a filmben. Amiért mi harcoltunk az elmúlt 3 hónapban, azt ebben a filmben látni fogják az emberek. Azt a folyamatot, amin mondjuk mi is végigmentünk. Szóval azért gondolom, hogy tényleg nincsenek véletlenek, mert hogy ez így materializálódni fog az ő szemükben is, hogy ez mit jelent. És hogy a Család a Család, az nem csak egy ilyen szimbólum lesz, hanem jel, hanem hogy ezt végig tudják ők vezetni. Láthatják ebben a filmben, tehát vizuálisan tudják értelmezni. És ezért fontos az, hogy ezt minél több ember, és ezért is az én személyes ügyem, hogy ezt minél több ember lássa, és hogy tényleg a lehető legjobb pillanatban robban be ez a film, így a magyar köztudatban is egy gyönyörű görbetükröt fog állítani, azt gondolom, hogy nagyon sok embernek, hogyha van bátorságuk ezt megnézni. És legyen bátorságuk megnézni. Legyen. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy az HBO Go kínálatában, az HBO csatornáin mindenki nézze meg. A címe Anyáim története, Her Mother's, így is érdemes rákeresni akár a közösségi médiában is. Jaj, én nem sírok, ti sírtok. Én is kicsit megkönnyeztem. Bocs. Jó, de mi is sokat sírtunk ám a forgatás közben, és bevallom. Elhiszem. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Haragonics Sári, Dér Ázsia és Pál Marci. Jó, sok ilyen beszélgetést, és azt kívánom magunknak, hogy a sok ilyen beszélgetés mindig legyen egyre könnyebb és egyre vidámabb, és javuljon a helyzet. Nagyon szépen köszönöm nektek. Mi is nagyon köszönjük. És nagyon köszönjük, Marci. Nem, én köszönöm a filmet.